Az első mítoszt nézzük, hogyha meglőjük ezeket, akkor olyan, mintha valami morzekód jön neki, hallgassátok? Fura csipogás hangot lehet hallani. Néha a tetején is lehet hallani az épületnek, de nem mindig. De csak akkor, ha meglőd ezeket. Milyen érdekes. Milyen csippanó hang. Úgyhogy ez a mítosz igaz. Megnézzük a második mítoszba, hogy mit fog szólni a hölgy, hogy elkezdjük őt követni. És most nem az a lényeg, hogy ő hova megy, vagy mi az útvonal, amit már korábban megnéztünk, hanem az a lényeg, hogyha követjük, mint egy stalker, akkor mit fog csinálni? Megijed. Nézzük a játékban, ez mennyire realisztikusan van megoldva. Kíváncsi vagyok, szerintem a 6-ban már biztos lesz valami reakció, viszont nem hiszem. És mi, hogyha elkezdek ilyen sunnyogóba? Tudjátok, van ez a sunnyogó menés, ez. Kontrollal. Megnyomod a billentyűzeten. Lopakodva megyünk mögött, és a csaj vagy nem vett még észre, vagy nem hallja, vagy a játékban semmilyen reakció nem található meg erre. Nincs semmi. Jó. Ha valószínűleg ez a mítosz nem lesz igaz, srácok. Ja, közelebb megyek csak akkor. Megnézzük, hogy a karakter tud-e izzadni. Most látjátok kb. Milyen fényes a teste, vagy nem fényes, ha van-e rajta izzadság, vagy nem. És megnézzük, ha egy jó ideig itt állunk, akkor mi lesz. Azért érdekelne. Talán jobban lehetne látni a fényeket a felső testén, vagy nem. Nem tudom, olyan, mint egy picit így. Nem azt mondom, hogy lehet látni az ízeltság cseppeket, mert az nem igaz, hanem így talán ez így változott. Egy picit, nem tudom. Ezt írjátok meg ti, hogy szerintetek ez igaz, vagy sem. Nézzük a következőt, elvileg, ha ezt a rakétavetővel meglőjük ezt a felvonót, akkor leszakad, és ez a mítosz igaz. Na, erre nem gondoltam, hogy ez működik. Eddig ezt én miért nem próbáltam ki? És most menjünk oda hozzá. Köszi. Jó, itt vagyunk. És mi, ha már itt vagyunk bent, akkor majd az állandóan elesik ez a karakter. Megnézzük ezt az üveget, miből van, és hogy most adtam örök életet, hogyha meghalnék, mert nyilván nem ettől, de majd figyeljétek. A rakétavetővel megpróbáljuk meg kilőni, de elvileg ez az üveg törhetetlen, szóval nem tudsz kijutni, hogyha bejutottál ide, akkor itt maradsz örökre. És meghalsz éhen. Várj, figyeld. Az mi? Lángol az üveg. Érted? De nem történik vele semmi. Ennyi. Oké, tudom, hogy ez nem feltétlenül mit, azt így lehetne annak mondani. Szerintem ezt már mindenki tudja rajtam kívül. Úgyhogy csak egyedül engem fog meglepni az egész világon. Hogy itt 50 milliószor eljöttem már. Miért nem hallottam még ezt a zenét soha? Ez mi? Ez milyen épület? Már amúgy nem láttam. Gratulálok. Nem néztem meg amúgy, hogy ez milyen épület, de nem ez az egyetem, nem? Hogy esetleg azért szól itt a zene, vagy valami. Mi ez? Ez melyik épület? Hát annál érdekesebb és különösebb mítosz a következő, és egyben kicsit vicces is lett. Itt van Amanda. Meglepődik, hogy itt vagyunk amúgy. Igen, Franklin itt van. Michaelék retkesek. És hát ez vicces, hogy retkes vagy nem, de nincs náluk fürdőszoba, vagy ha nincs, akkor, vagy hogyha van, akkor nincs fürdőkád, és nincsen zuhanyzó. Láttátok, most így körbejövök, eddig itt semmilyen, nincsen ez a garázs. És ahogy megyünk föl a felső emeletre, lehet látni, majd figyeljétek meg, és ez meglepett, tehát ez milyen ház. Ha ide jössz, ugye ez a kis csajnak a szobája. A következő, ugye itt van bent a dagi, és ez lenne a fürdő, de csak egy WC van, és a Csaba fürdenek, tehát bele se tudod rakni a lábadat, se vagy a WC-be, vagy mit csinálsz? Ha mi az, hogy is fürdőkád? Hát ezek retkesek, ezek soha nem fürdenek, ez még mindig ugyanaz az FPS játéka játszik. Akkor ugye ez Michaelék szobája, és akkor, várj, ott is van egy hátsó ajtó. Itt lehet öltözni, és itt, na jó, ezt megnézzük mögötte. Oké, itt nincs semmi. Hát ide kijössz, és akkor ez van. Oké, és akkor van még egy titkos szobájuk, vagy ajtó, és ugye azt meg lehetne nézni esetleg ott, de ha ott sincs, ami valószínű nincs, mert azt már korábban szerintem megnéztük, az azt jelenti, hogy soha nem fürdenek. Tehát, ez a mítosz igaz? Nézd meg. Sekád, következő vontatókocsi, és megnézzük, hogy itt a bank automatánál, ugye ahol ki lehet szedni a pénzeket,
Ezt ki tudjuk ezt az elejét emelni neki. Hozzátapad? Hozzátapadt? Valamit hallottam. Ó, nem, csak neki... Most! Nem. Srácok, valószínűleg ez a mítosz nem lesz igaz. De ez az ember itt megijedt mellettünk. Fét, hogy kiraboljuk őt is. Most megnézzük, hogy Chop öl-e. Elvégben ez a mítosz igaz. Szóval most arra mentünk, hogy jöjjön velünk. Chop, gyere! És oda menjünk egy random emberhez. És azt megnézzük, hogy leüli-e. A utasítást adunk neki. Szóval elvégben, hogyha rátartjuk a fegyvert a csajra, akkor a csapja meg fogja ölni őt. Valamelyiket. Na mindegy, nézzük ezt az embert. A mélyre meg a kutya. Csap, támad meg! Mi az Isten? Ugye nem mentünk arra, hogy bármit csinálj, csak rátartjuk a fegyvert. És most őt támad. Támad már meg. Nem akarja megtámadni. Kapsz kaját este. Finomat. Csak támad meg. Na, megtámadja. Akkor ez a mítosz igaz. Bárkit megtámad csak. Jó, nagyon messzire eljöttem Michael, vagy... Oké. Okay. Még egyszer. Franklin házától. És befagyott a rendőr. Itt mindenki befagy ma? És az lenne a lényege, hogy megnézzük, hogy Franklin házához hazamegy-e a Chop. Ilyen távolról ugye haza lehet küldeni a kutyát, és megnézzük, hogy képes-e, egészen végig követjük, képes-e hazatalálni a kutya. Van egy olyan koordináta neki beírva a rendszerbe, hogy bármilyen távból, ha azt mondod, hogy menjen haza, az hazamegy, de te követed a kutyát. Ez most elég hosszú ideig mondtam, amit el lehetett volna mondani egy szóból, de mindegy. Értitek? Nem menjen a vízbe, mert a kutya nem tud úszni, azt hiszem, a játékba. Megnézzük, hogyha madárra rádobjuk a C4-et, nyilván elrepül-e. De rá lehet-e úgy dobni, hogy elrepül, és akkor menet közben fölrobbantani. Akkor fölrobban-e madár, de az is lehet, hogy... Nem áll meg, de mi... Jó. Rajta van. Nem repül el? Ezek szerint nem. És ez a mítosz nem lesz igaz. Nem ijed meg a C4-t. Egyszerűen ezekkel mi van? Megnézzük a következő mítoszba, hogy valójában horgászik-e a fószer. Hogy esetleg lesz ilyen a GTA 6-ba, hogy valaki horgászik, akkor tényleg az animáció miatt az ember ott állhat, hogy tényleg végbe megy és fogni fog egy halat, vagy nem fog fogni semmit, csak a pecabot végét. Mondjuk az úgy elég coolba meg lenne oldva, de valószínűleg GTA 5-be itt még nem tartunk, úgyhogy ez a mítosz nem lesz igaz. Vannak olyan NPC-k, akik tök mindegy, hogy állnak itt, nem tudnak megmozdulni, de mi van, ha ennek neki megyünk, belásik a vízbe? Igen. Megnézzük, ki tud-e úszni. Eltűnt. Na jó, most még mindig tesztük ezt a madár C4 kombót, és az lesz a következő, hogyha mellé lövünk, akkor biztos, hogy meg fog ijedni, és elrepül. És megnézzük, hogy el tud-e repülni a C4-gyel, de hát nem igaz, gyerekek, hogy... Várjál, mivel még pont nem ölöm meg. Add, ennek mindegy. És arra... Mi nem is él? Mi ez? Lól leesett a madár. Gyerekek. Szóval létezik egy olyan mítosz, hogyha bedobsz egy C4-et a vízbe, és nem csak hallod, hanem látod is a vízbe. Minden esetben van meg nekem, mert én most nem látom. Akkor látod, hogy így robban a víznél, látod, így feljebb jött a víz, viszont az effektet nem látod bent a víz alatt. Hát ezt próbálnám én megnézni, vagy ki tesztelni, de nem látom. Esküszöm, vagy vak vagyok most, vagy nem tudom. Hol a C4? Hát itt hallom, egy centire van tőlem, de nem látom. Ott volt. Öcsém. Ott van. Jó. Akkor most kéne megnyomni. Várj, ez túl közel kerül. De most mi ez a bug? Most megint elvesztettem. Az GG. Ott van. Ott van. Egyáltalán nem is lehetett látni semmit. Ugye emlékeztek, hogy mutattam UFO-t a játékba? Nem is tudom, hogy az fehér vagy szürke lehetett, de találtam egy újat. Én nem is tudtam, hogy ennyi fajta van benne. Én azt hittem, hogy csak a térkép szélén jobb oldalt fent van egy, és ennyi, de itt konkrétan ezen a ponton is van egy.
Nem csak jobb oldalt. Ha elég magasra mész itt fönt, akkor találsz egyet. Tök fura hangja van, és így kamerával figyel. Ez nem az, amit egyszer Shortsba megnéztünk. Az 1 milliárd százalék. Ti tudtátok, hogy ez létezik? Ez a fajta. Brutál ijesztő. Mi ez a hang? Mennyire brutálul néz ki? Nézzétek már meg. Veszély. De mi van, ha így ráugrunk? Erről nem is tudtam. Csak a másikról. Oké. Ja, várj, ez így föl... Földob, és akkor így ejtőernyőzöl. Aha, de ez folyamatosan itt lebegsz. Hát srácok, ez a mítosz is igaz lesz. A következő az egy elég érdekes mítosz lesz. Az, hogy North Yanktonba vagyunk, és kihívjuk a taxit. Na most ez már mennyire távol van már maptól, nem? És hogy ide lehet-e taxit hívni. Kíváncsi vagyok, mit fog szólni. Hey, can I get a cab? I'm really sorry. I don't have any free cars right now. Tehát konkrétan úgy van megoldva a GTA 5-be, hogy nem tudod kihívni, mert azt mondja, hogy nincs egyetlen egy elérhetőse. Akkor megpróbálunk egy rendőrt ide hívni. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Police officers are en route to your current location. Oké. Megvárjuk. Mást nem tehetünk. Jönnek-e rendőrök vagy nem, de szerintem semmi nem lesz itt. Még azon nagyon meglepődnék, ha itt megjelenne egy rendőrautó. Mert akkor az azt jelenti, hogy mindegy hol vagy, jönni fog. De nem. Úgyhogy ezt a mítoszt így le is tudtuk tesztelni. Valószínű, hogyha North Yanktonba jársz, vagy ott, ha vagy, akkor ide semmi nem jön ki. Az ég egyet világon. Ég egyszer azért felhívjuk, és már foglalt. Tehát már nem veszik fel. Azt hiszik, hogy szórakozunk, pedig nem. Hát most, ha már itt vagyunk North Yanktonban, találtam egy olyan helyet, ezt figyeljétek meg, ami van egy olyan egy hajójel, de azért nézem így végig a térképet, mert ugye ez csak egy kis szakasz a térképnek, és ugye itt csak a North Yanktonos map van. Tehát a North Yankton map alatt van ez, de ez még mindig nem az a hajó rész. Mi az Isten van? Ez a North Yankton map. Ott van egy ilyen hajójelzés térképen. Az. És én bírom jelölni. Hajó 2x2. De hol? Itt nem is mutat még egyet. Se fönt, se lent. Én nem tudtam, hogy a North Yankton map alatt van ez a hely. Vágod? Ez mi az Isten? Ezt tudtátok eddig, mert én nem. Azt hittem, ez tök máshol van ez a hely. Hát igen, gyerekek. Ez aztán, ami itt az... Nem tudom, hogy ezt megnéztük-e, vagy nem. Itt a jobb, legalul itt a szélén, szerintem így a minimapon most lehet, hogy látjátok, van egy ilyen titkos barlang, ilyen bemélyedés. Ezt nem tudom, hogy már néztük-e bármikor korábban, vagy hogyha néztük, akkor szerintem nem ezt. És ez igaz lesz. Nézzük, hogy itt van-e valami szörnyeteg. Hát igen, itt aztán el lehet bújni. Valaki hide and seek-et játszik a GTA 5-be, akkor ide lehet jönni. Nem találnak meg olyan könnyen. Ez a mítosz igaz. Az utolsó mítosz lesz a legbrutálisabb, srácok, illetve lányok. De ha eddig eljutottatok, akkor írjátok lesz, hogy hashtag csokim, ezzel tudván végigkövetétek az egész videót, vagy sem. De nem ez a lényeg itt, hanem az a lényeg itt, hogy olyan messzire megyünk ugye a jetskivel, hogy cápát találjunk. Nyilván cápás mítosz volt, de ilyen még nem. A mítosz úgy tartja, már most elmondom, hogyha nem mozdulsz meg, de a cápa ott van melletted, akkor nem halsz meg. Abban az esetben, ha elkezdesz mozogni, és mondjuk a fél tested kim van, ugye a felső tested a vízbe, és a lábad mozog ugyanúgy, mint a való életben, hogyha meglátna a lábad, vagy valami, akkor ráharapna, ezt le fogjuk tesztelni, hogy ez tényleg így van-e megoldva. Nagyon kíváncsi vagyok. Megtaláltuk a cápát. Szóval beugrunk a víz alán. Várjatok. És most, ahogy közeledik, nem fogunk megmozdulni. Oké, jön, és nem mozdulunk meg. Megöl le. Nincs örök élet, nincs semmi. Oké, majd ki fogunk jönni, mert nem lesz levegő, de valószínű ez a mítosz ezen fele igaz. Tehát... azt 1 centire ment el mellettem.
Jó, persze, a keze az automatán mozog, meg így a lábadat cápa, nem akar velünk mit kezdeni. Okés. Ájjá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 jj
és megnézzük, hogy megöle a lábunk az len lesz, a felső testünk kint, és ha így próbálnánk visszamenni... Ez a mítosz igaz! Működik! Wow!